elkészülni rajta. Labdahordás Talicskával is szerepelt a feladatok között az óvodások játékos sportfesztiválján. De dömpervezetésben vagy éppen ugráló labdázásban is kipróbálhatták magukat a gyerekek a Continental Arénában. A cél nem a versenyzés, hanem a jó hangulat és a játékos együttlét megteremtése volt. Azért is fontos, hiszen a gyerekeket fölkészítjük erre a fesztiválra, hogy hova fogunk jönni. Az óvodás gyerek meg nagyon jól tudja, hogy minden nap van mozgástevékenység, és ez egy picivel nagyobb mozgástevékenység, hiszen szurkoló gyerekeket is elhozunk az óvodákból. Itt vannak azok a gyerekek, akik bátran vállalták, hogy ők szeretnének most egy kicsikét játszani. Ahogyan beléptünk ebbe a hatalmas nagy objektumba, már mondták, hogy ekkora nagyot valaki még nem is látott. Miután meglátták az eszközöket, hogy ezeket az eszközöket az óvodában is használjuk, bátrabbak voltak. Sőt, akik már először a fesztiválon részt vesznek és játszanak, látják a többiek, hogy akikre rákerül a sor, hogy nem lesz ebből annyira nagy probléma. Hogy mennyire becsületes egy óvodás gyerek, az látható, hogy a feladatot megértették nagyon hamar, de ha mégis egy kis védés történik, a lufi elszáll, vagy a labda kigurul a kis autóból, ugye, akkor azonnal visszamegy és becsületesen befejezi a játékot. A szervezők a feladatokat is úgy állították össze, hogy az a játékosságot és a gyerekek képességének a fejlesztését szolgálja. A Nyíregyházi Sportcentrum szabadidős kollektívája úgy dolgozta ki ezt, hogy képességfejlesztő gyakorlatok szerepeljenek benne, és még véletlenül sem a verseny domborodjon ki, hanem egy igazi fesztiváli hangulat legyen. Ezért állítottuk így össze a gyakorlatokat, és ebben nagyon kellemesen el fognak fáradni a gyerekek. Nagyon sok olyan eszköz van, motor, dömper, talicska, labda, amit megkapnak ajándékba, itt viszont ezzel versenyeznek, tehát ezt elviszik az óvodába, és ott fogják használni. De nem csak a játékokkal és sporteszközökkel lettek gazdagabbak az óvodások, hanem minden gyermek ajándékokkal és éremmel térhetett haza a sportfesztiválról.